Toll vagy radír? Nem. Toll vagy ceruza? Látszik a leheletem? Sziasztok, Szabó Balázs vagyok. Eltelt egy kis idő a legutóbbi videó felvétel óta, de most újra itt vagyok. A kérdés igazán egyszerű a mai napom. Toll vagy ceruza? Szeretjük kitörölni azt, amit leírtunk? Vagy szeretnéd kitörölni azt, amit leírtál, és úgy gondolod, hogy ez gáz, vagy megbántad, vagy egyszerűen csak zárójelbe teszed, mert nagyon bátor vagy. Ha visszamehetnél az időben, másképpen csinálnál-e valamit? Változtatnál-e valamit? Másképpen döntenél? Kitörölnél esetleg ismerősöket, vagy olyan eseményeket az életedből, amik most úgy érzed, hogy zavarnak? Voltál már úgy, hogy úgy érezted, becsaptak? Kihasználtak? Átvertek? Megsértettek? Megcsaltak? Megaláztak? Hülyére vettek? Csúnyákat mondtak rólad? Igazságtalanul bántak veled? És ha most ezt a kérdést feltettem, akkor mit érzel? Ugyanúgy átverve, megcsalva, becsapva, kihasználva, hülyére véve érzed magad, vagy pedig már megbocsájtottál, és igazából teljesen közömbös ez a kérdés. A legutóbbi videóban a Bibliából hoztam a Szentírásból egy történetet, Józsefnek a példáját. Ugye ő azt álmodta, hogy a testvérei leborulnak előtte, és nagyon tisztelik, imádják és rajonganak érte, hogyha fogalmazhatok így. És amikor elmondta az álmát a testvéreinek, azok egyszerűen egy borzasztó módon reagáltak rá, meg akarták ölni, aztán végül is ezt nem tették meg, csak bedobták egy kútba, eladták rabszolgának. A rabszolga sorban szépen elkezdte a háznál magát József egyre följebb és feljebb dolgozni a ranglétrán, és végül ő lett a rabszolgáknak a vezetője az adott házban. Aztán jött a főnök úrnak a felesége, és azt mondta, figyelj már József, nagyon tetszeste nékem, gyere ötre a szökőkúthoz. József meg azt mondta, hogy hát köszi, nem. Erre az asszony azt mondta a főnök úrnak, hogy figyelj már, hát ez a rabszolga, hát ez meg akart engem erőszakolni. A főnök pedig nem kérdezett semmit Józseftől, hiszen a kedves felesége és a rabszolgának a szava állt egymással szembe. Kérdés nélkül börtönbe vágta Józsefet, mint egy 12-13 esztendőre. Tehát nem arról van szó, hogy kapott egy hét magánzárkát vagy ilyesmi, hanem több mint 10 év börtön. József ez alatt az idő alatt nem bosszút forralt. Jogos lett volna, ha megbosszulja a rabszolgatartó feleségén? Jogos lett volna, hogyha bosszút forral és megbosszulja az általa vagy a rajta elkövetett sérelmeket a testvérein? Én úgy gondolom, hogy igen, de mégsem ezt tette. Sok-sok-sok-sok évvel később odáig jutott Józsefnek a karrierje, hogy ő lett ugye Egyiptom második embere. Abban az időben éhínség volt a környéken. Átjöttek Egyiptomba Józsefnek a testvérei is, hogy élelmiszert vegyenek. József pedig nem bosszulta meg azt, amit tettek vele. A testvérek megérkeztek, és hát nem tudták, hogy Józseffel beszélnek. Egyiptom második embere. Leborultak előtte, és gyakorlatilag valóra vált az álma Józsefnek. És mit tett József? Az egész családját odahozta Egyiptomba, birtokot adott nekik, javakat adott nekik, biztosította a megélhetésüket. Teljesen jogos lett volna az, hogy bosszút álljon rajtuk, mégsem tette. Na mi hogyan állunk ezzel az egész kérdéssel? Olyan jó lenne időnként eltörölni a múltat, olyan jó lenne időnként, hogyha nem az lenne mögöttünk, ami van, de ott van. És én azt mondom, nem kell a radír. Sok dolog van, amit az ember megbánt, és meg fog még bánni valószínűleg az élete során. Sok olyan dolog van, amit másképpen csinálnánk. Időnként azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha nem akarunk radírt ragadni mindenáron, és nem az a célunk, hogy teljes egészében eltöröljük a múltat, hanem megpróbálunk ebből tanulni. Miért történik igazságtalanság? Miért ér baj? Miért ér nehézség? Olyan sokszor kapom meg én is ezeket a kérdéseket, és az az igazság, hogy a válaszom igazán egyszerű rá, nem biztos, hogy igazam van, de én így látom, ezen a földön élünk, és előbb-utóbb mindannyiunkat elér, ha akarjuk, ha nem, többnyire nem akarjuk a nehézség. És hadd kérdezzek vissza rögtön. Amúgy alapjában véve nem hiszel Istenben. Akkor miért őt hibáztatod? Ha ér valami probléma, és nem hiszel az Istenben, miért őt tartod felelősnek, és miért őt okolod azért, ami történt veled? És én miért teszek így? Vagy miért nem így teszek? Krisztus nem sokat szórakozott, és nem pocsékolt sok időt az ilyen dolgokra, hogy a nagy miérteket megfejtse. Egyszerűen csak odaállt, és azt mondta a tanítványainak, és az evangéliumban egyébként egészen elképesztően erőteljes ez az üzenet, azt mondta, ezt azért mondom nektek, hogy teljes bizalmatok és békességetek legyen bennem. Ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok, de legyetek bátrak, én már legyőztem a világot, mondja Jézus Krisztus. Óriási erő számomra legalábbis, és óriási reménység, hogyha a Krisztusban hiszek, akkor igazából mindez a szenvedés és mindez a nehézség, ami éppen történik, persze tudom, hogy amikor benne vagyunk, akkor rohadtul nem így érezzük, és én is ilyen vagyok, de ilyenkor fordulok a Szentíráshoz. Egyszerűen Krisztus mellett
és az ő szeretete mellett eltörpülnek a problémák. És azt gondolom, hogy ha valaki hoz egy döntést, és ha például te hozol egy döntést, és azt mondod, hogy elhiszem azt, ami a Szentírásban van, elhiszem azt, hogy az Isten szeret engem feltétel nélkül úgy, ahogy vagyok, akkor abban a pillanatban teljesen világossá válik, hogy az Isten szeret, és nem tőle jön a betegség, nem tőle jön a nehézség, nem ő akar rosszat nekünk, sőt, ő egyáltalán nem akar rosszat nekünk, hanem mindig a lehető legjobbra törekszik. Nem kell a radír. Persze tudom, hogy időnként sokkal könnyebb lenne egyszerűen egy radírhúzással vagy egy satírozással kitörölni a múltunkat, kitörölni belőle emlékeket, embereket, fájdalmakat, rossz emlékeket és beidegződéseket is. Én mégis azt gondolom, hogy lehetünk bátrak, írhatunk tollal, zárójelbe tehetjük azt, ami történt, ez a megbocsátás. És hogyha megbocsájtunk, akkor tudunk jövőt építeni. Addig, amíg harag és indulat van bennünk, addig nem várhatjuk el azt, hogy a kedvünk szerint alakuljanak a dolgok. Az a helyzet, hogy időnként, és szerintem az ilyen esetekből van több, szinte minden eset ilyen, nem várhatjuk el azt, hogy a körülményeink változzanak meg, hanem nekünk kell változtatni, nekünk kell változnunk, nekünk kell döntéseket hozni. Egy ilyen döntés a megbocsátás, egy ilyen döntés az, hogy leteszem a ceruzát, meg elteszem a radírt, és azt mondom, hogy oké, én leszek a bátor csávú, tollal írok mostantól. És a megbocsájtás az nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mit tettek ellenem, számomra legalábbis. Az nem azt jelenti, hogy nincs bennem ott valami, ha visszanézek, akkor nem látom a sebet a lelkemen. Látom, de azt is tudom, hogy ott mi volt. És szerintem nem feltétlenül rossz dolog az, hogy látjuk, hogy mi volt régen. Tanulhatunk a rossz döntéseinkből, hozhatunk jó döntéseket. És láthatjuk a múltunkban a jó döntéseket, hogy tudjunk kitartani, és tudjunk továbbra is jó döntéseket hozni. Az én életem legjobb döntése az volt, hogy azt mondtam az Istennek 2001 nyarán, hogy Istenem segíts, én ennyit tudok adni, mint ami vagyok, ezt nagyon jó szívvel adom, de most már te gyere, és hagyjuk az összes vallásos, ájtatos, szertartásos dolgot a francba, mert nem működik, hanem nekem rád van szükséged. Én ezért szoktam azt mondani, nem vallásról beszélek, hanem Isten bevetett hitről. Jeremiás prófétán keresztül szólt az örökkévaló Isten, és ez a záró gondolat, azt mondta, hiszen én jól tudom, mit tervezek számotokra, és ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról. Olyan jövőt szánok nektek, amiben jót várhattok. Azt kívánom, hogy lássuk meg együtt, reménykedjünk együtt a reményteljes jövőben. Ehhez igazából csak egy dolog kell, forduljunk oda az Istenhez, és higgyünk benne. Remélem, hogy tudunk együtt jó döntést hozni, és remélem, hogy tudunk együtt megbocsájtani. Most, amikor újra online oktatás van, már nem is tudom, mit merjek mondani, mikor találkozunk, de remélem, hogy hamarosan. Jó gondolkodást kívánok!